Jubilómi diplomájukat vehették át kerületi pedagógusok a Kondor Béla közösségi házban. Az ünnepélyes eseményt Hűvös vagy Ildikó színművésznő előadása nyitotta meg. Ne fájjunk kicsiségem, s a kurta időn kétségben essen. A rendezvényre azok a pedagógusok kaptak meghívást, akik 50, 60, 65 vagy 70 éve nevelik és oktatják az ifjúságot. Az ünnepelteket Ugi Attila polgármester köszöntötte. A létezésünk a születés és az elmúlás örök váltakozása. A stafétát, az örök lét a fennmaradás utamában a bennünket követő generációk adják át egymásnak. Örökségünket a majdani felnőtt viszi tovább, aki most éppen az iskolapadban ül. Örökségünk ápolásában és átadásában azok játszanak főszerepet, akik az 50, 60, 65 év alatt gyerekből lassan felnőtté válnak. Nem építhetjük mindig a jövőt az ifjúságnak, de építhetjük az ifjúságot a jövőnek. A kerületi önkormányzat arany, gyémánt, vas és rubin diplomával köszönte meg mintegy 40 pedagógus több évtizedes munkáját. Pilhoffer Ferenc is meghatottan emlékezett vissza kezdeti pályafutására. Falusi tanítóként valami ott lettem pedagógus, azt hiszem. Szóval azt megtanulni, ott érezni azt, hogy az emberek szeretik, meg a gyerekek, és aztán mindig ezt gondoltam, szülők nélkül nem lehet jó iskolát csinálni, a gyerekek szeressék az iskolát, és ezért teljesítsenek, hogy ez az iskola megad nekik mindent, és a feltételeket, tehetséges tanárokat szerződtetni. A tehetségből én tanultam legtöbbet. Az ünnepélyes diplomátadás mellett kulturális programok is szórakoztatták a résztvevőket. A Sonore Kar és a Téblába együttes előadása színesítette az eseményt.